A rózsák világa. A rendszerváltozás előtt a rózsa volt az egyik ilyen sláger dísztövény, az ugye a legtöbb kertben volt. Itt is most beszéltünk arról is, hogy hát mégis, hogyha manapság a legtöbb családi ház kertjébe elmegyünk, vagy társasházi kertbe, akkor alig-alig vannak rózsák, vagy hogyha vannak, akkor rosszul vannak megmetszve. Tehát valahogy így el vannak öregedve, egy rózsának ugye azért egy 6-8, vagy 10-12-15 évet ugye bírnia kellene, de mégis a legtöbb rózsánk az sokkal kevesebbet bír ki, illetve hát nem is a mi szintünkön virágzik. Tehát ugye a rózsát azt ugye valahol azért ugye ilyen fél méteres, egy méteres magasságban szeretnénk, hogy egy tömör, zömök, szép, dús virágzattal rendelkező növény legyen, és akkor ehelyett nagyon sok helyen ilyen másfél-két méter magason van, addig gyakorlatilag csak egy ilyen elfásolott, előregedett szál van, és akkor fönt valami virágzik, ahova már ugye így kell fölnézni, nem tudjuk élvezni az illatát, nem a mi szintünkön van. És hát alapvetően azt gondolom, hogy azok, akik a rózsa iránt hát kedvet kaptak, tehát akik szeretnének rózsát ültetni, azok bátran megpróbálhatják, mert továbbra is azt gondolom, hogy ha a tavaszi metszését valaki meg tudja tanulni, ami nem egy bonyolult dolog, most majd itt mindjárt lesz egy lista, amin végig fogunk menni, akkor gyakorlatilag az egyik legnagyobb sikerrel kecsegtető dísztövényünk a rózsa, amely kiválóan bírja a magyar adottságokat. Hát először is természetesen azt kell eldönteni, hogy szabad gyökerű rózsát ültetünk, vagy konténereset. Ezen érdemes elgondolkozni. Szabadgyökerű rózsát, meg alapvetően szabadgyökerű növényeket azt a vegetációs időszak két végén lehet alkalmaznunk. Hát mondok egy példát, hogy mikor lehet jól alkalmazni, és akkor ebből rájövünk, hogy ez miért nem feltétlenül jó mondjuk a rózsánál. Hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy ez egy fagyalbokor, mondjuk pont nem az, de teljesen mindegy, tehát ez mondjuk, hogy ez egy húsos som, de mondjuk ez egy átlagos cserje, ennek mondjuk 990 forint, tehát mondjuk kb. 1000 forint az ára így konténeresen, és ezt így egész évben tudjuk ültetni. Akkor, hogyha ezt szabad gyökörűen szeretnénk megvásárolni, akkor jellemzően 200-300 forint, tehát egyharmada az ára. Na most akkor, amikor az ember szeretne mondjuk a tanyája, vagy a telke, vagy a kerítése mellett végigültetni mondjuk egy 50 méteres sort, és mondjuk azt mondja, hogy három növényt ültetek egy folyóméterre, tehát mondjuk kell neki 150 darab növény, ugye akkor az nem mindegy, hogy a 150-et azt 1000 forinttal szorzom meg, vagy 300 forinttal. Igen, ám csak addig, ameddig, hogy a konténeres növényt ugye gyakorlatilag az év egész időszakában tudjuk nagy biztonsággal ültetni, hiszen ezek már begyökeresedett, gyökérzettel rendelkező növények, addig a szabad gyökerű cserjéket ugye akkor termelik ki, amikor már ugye lehullott róluk a lomb, jellemzően valamikor október 20-a utántól kezdődően, és akkor itt van egy nagyon rövid időszak, amit ugye elsősorban a télnek az eljövetele határoz meg, hogy mikor esik le a hó, mikor jönnek az első komolyabb fagyok, tehát lehet, hogy ez november közepe, de az is lehet, hogy december eleje vagy december közepe, tehát egyrészt akkor lehet szabad gyökerű növényeket ültetni, másrészt, ami pedig egy még izgalmasabb időszak, a február vége, március eleje, amikor pedig még nem kezdtek el hajtani a növények, de hát ezt tudjuk, hogy sokszor már a hónapra történik meg. Nagyon sok kertbarátot itt most a délutáni előadás után sokan kérdezték, hogy hát már elkezdett hajtani a rózsa, hogy most aztán már mi legyen, és jól tudjuk, hogyha ilyenkor visszametszük a rózsát, akkor bizony 2-3 hetet veszítünk, hiszen újra kell, hogy hajtson, de továbbra is azt tudjuk mondani, hogy ha két rossz közül kell választani, akkor inkább veszítsen el 2-3 hetet, de metsze vissza jó alaposan a rózsáját, mint hogy hagyja, hogy előregedjen és abban az évben ne legyen visszametszve. Szóval egy szó mint száz, a szabadgyökerű és a konténeres növények között, tehát alapvetően a telepítés idejében, illetve a költségben van ugye különbség. A rózsánál mégis azt gondoljuk, hogy természetesen ugyanúgy különbség van a szabadgyökerű növénynek ugye a javára. Sokan azt mondják, hogy hát nekik megmaradt, amit szabadgyökérrel vettek, sokan azt mondják, hogy nem maradt meg, tehát hogy itt igazából rengetegféle variáció van. Mégis aki biztonságban szeretne ültetni, és hát alapvetően mostantól kezdve már, hogy így elkezdtek hajtani a rózsát, tehát ez a rózsa, ugye ez itt lett visszametszve, gyakorlatilag egy hónappal ezelőtt, és ezt a 20 centit, ezt az elmúlt 2-3 hétben hajtotta, tehát ennyire kellemes, ennyire jó az idő, ennyire meleg van, hogy gyakorlatilag már egy 20 centit tudott nőni ez a rózsa. Éppen ezért én azt mondom, hogy aki csak teheti, az próbáljon meg begyökeresedett, már konténeres rózsát vásárolni, amiket gyakorlatilag az év egész időszakában tud ültetni. És akkor menjünk végig, ez egy ilyen
ez egy ilyen örök kérdés, hogy akkor hogyan metszük a rózsát. Próbáltam ezt nagyon leegyszerűsíteni, vagy fogyaszthatóvá tenni. Erről van fönt egy videó is, meg egy leírás is az interneten, akinek van kedve, az meg tudja keresni, vagy esetleg most nem tudja fölírni. De aki ezt a 10 pontot így leírja, és kimegy vele a kertbe egy tiszta metszólóval, az jó eséllyel nem hagy ki semmit. Ugye szoktuk látni ezeket a különböző ilyen filmeket, hogy a pilótáknál ugye mindig van egy ellenőrző lista. Tehát így mindig kipipálnak valamit. Hát hogyha a pilótáknak lehet egy ellenőrző listájuk, akkor nekünk kertbarátoknak is lehet. És hát itt van 10 lépés, amin érdemes végigmenni. Hát első és legfontosabb az, hogy amiről már beszéltünk, hogy a metszóló az mindig legyen tiszta. Tehát, hogy gyakorlatilag ezt alkohollal vagy valamivel mindenképpen meg kell tisztítani a szennyeződését, hiszen nagyon sok kertbarát a saját növényeit fertőzi utána tovább mondjuk egy beteg növény megmetszése után a saját kertjébe. És hát akkor itt van egy rózsánk, hát ezt most már aztán végképp nem tudom megmutatni a rózsa metszését, mert most már kicsúsztunk ebből az időből, de gyakorlatilag, hogyha az alany valahonnan alulról előhajt, vagy vadhajtások előhajtanak, akkor azon nem kell gondolkozni, a talajfelszínnél vagy picit bele túrva a földbe, a talajfelszín alatt azt el lehet távolítani, egyébként erre érdemes odafigyelni az év egész időszakában, tehát bármikor vadhajtás vagy az alany valahonnan alulról előhajtan, akkor ezt el lehet távolítani. A következő az a fagyási sérülések. Ugye itt beszéltünk arról, hogy ősszel metszük-e vissza a rózsát, vagy inkább tavasszal. Még egyszer röviden, hogyha valakinek sok rózsája van, az a nagy zöld tömeget azt letermelheti róla ősszel. Aki ősszel teljesen precízen megmetszett a rózsáját, az most ebben az évben jól járt, hiszen most egy enyhe tél volt, és nem jó eséllyel nem fogyott vissza sehol. De hogyha egy keményebb tél van, és mondjuk tényleg csak két-három szemet hagy meg azon a rózsán, és abból még egy-kettő visszafagy, akkor utána ugye már nincsen hova hátrálni. Tehát ezért jobb az, hogy tényleg a precíz rózsametszést azt február végére, március elejére hagyjuk. Amikor is ugye nagyon rövid idő áll a rendelkezésünkre a metszésre, tehát ez ugye az időzítés kérdése, ugyanis azt az időszakot kell kiválasztanunk, amikor már jó eséllyel nincsenek kemény nappali fagyok, de még nincs annyira meleg, hogy a rügyek megpattanjanak, és ugye elinduljon a hajtás növekedés. Tehát a fagyási sérüléseket eltávolítjuk, a különböző betegágakat lemetszük. Akkor, amikor valakinek nem egy ilyen fiatal egyéves rózsája van, hanem már több éves, akkor ugye a különböző kedvezőtlen állású ágakat, ami akár a rózsa koronájának a befelé megy, vagy mondjuk ugye van mondjuk két konkurens ág, és mondjuk a kedvezőtlenebbet az kiválogatja, vagy mondjuk ráhagylik a járdára, ezeken se kell gondolkozni, ezeket ugye tőből mindig az ember ugye eltávolítja. A vastagabb ágakat azt szoktuk mondani, hogy 2-3 szemre ugye érdemes ugye visszavenni, a vékonyabbakat pedig 4-5 szemre. Na hát, hogyha ezt most elkezdenek rákeresni az interneten, hogy most hány szemre, hát tulajdonképpen ahány háza annyi szokás, úgyhogy ezt mindenki kitapasztalja magának, ki mennyire bátor. Amit így össztársalmilag érdemes elmondani, hogy a rózsát azt radikálisan kell visszametszeni. Tehát amiről itt délután is beszéltünk, hogy nagyon sokan így kimennek, van egy ilyen fél méteres, méteres rózsabokor, és akkor kicsit így csipegetnek a tetején, hát abból nem lesz dús rózsavirágzás. Tehát még egyszer, ez a rózsa, ugye itt van a talajszint, és onnan egy 10 centi magasságba lett visszavágva. Aki belegabolyodik ezekbe a szemekben, az persze most nagy szakmaitlanság lesz, amit most mondok, de mégis sokkal jobb, mintha egyáltalán nem metszene vissza, az tegyen oda egy centit, és mondjuk 15-20 centinél így, hogy van, nyírja el a rózsáját. Még az is jobb lesz, mint hogyha nem nyírná meg. Jó, és aztán hát a metszlap helyes iránya, hát ez már tényleg a haladóknak való, hogyha ugye a szem vagy a rügyi ugye erre áll, akkor ugye a metszlapnak, az interneten rajzok vannak erről fönt, érdemes megnézni, ugye a másik irányba lejtsen, hogyha a nervkeringés beindul, és akkor a nervből kicsike ráfagyik ugye a rügyre vagy a szemre, akkor is este jön egy fagy, akkor az úgy ráfagyhat, de ez már aztán tényleg mindennek a teteje, hogyha a legtöbb kertbarát ugye addig eljut, hogy jó alaposan vissza kell metszeni a rózsáját, akkor azzal már megteremti annak az esélyét, hogy tényleg dús rózsavirágzásban legyen része, és hát aztán utána mindig a lemosó permetezés, ugye ezt is sokan kérdezik, hogy előtte vagy utána, természetesen előbb kell metszeni, és ugye aztán kell a lemosó permetezést végezni. És hát akkor egy pár rózsafajtát hadd mutassak itt be most önöknek. Akkor, amikor a rózsák virágáról gondolkodunk, akkor, és látjuk a rózsaszirmot, látjuk ugye a szirmokat, látjuk ugye a formát, akkor mindig azon gondolkoznunk el, hogy,
hogy hová szeretnénk ezt tenni. Alapvetően, hogyha a rózsatékén nem tűzőnapra tesszük ez a tapasztalat, akkor általában nem szokott olyan dúsan virágolni. Tehát azért alapvetően a rózsát azt a tűzőnapra ki kell tenni. És a rózsa az tipikusan az a növény, amely így figyelmet követel magának. Csak nagyon kevés olyan talajtakaró rózsánk van, amit tényleg is szegénynek szoktunk alkalmazni. Tehát én egy olyan 150 rózsafajtával foglalkozok, és hát abból mondjuk egy ilyen 130-140, az egész biztosan olyan, hogy ha abból egyet ültetünk, vagy mondjuk csoportba ültetünk, akkor is követeli magának a figyelmet. Tehát gyakorlatilag ezek tipikusan az a növények, amik köré lehet tenni a különböző talajtakarókat, vagy évelőket. Beszéltünk itt ugye arról, hogy hogyan takarjuk ugye a talajt. Ez itt mondjuk például, hogy ez a Lonicera nitida maigrün nevezetű talajtakaró cserjenövény. Hát ez ugye tipikusan az a növény, amit önmagában csak azért hogy nem ültetünk be a kertünkbe, mert hogy jaj, de szép. Hát egyébként nagyon szép, de hogy ezen azért úgy nem időz el annyit a tekintetünk. De egy ilyen talajtakaró lonca gyakorlatilag több négyzetmétert be tudunk futtatni. Na de ez csak egy háttér, ez ugye a képnek a kerete, ami rámutat és kiemeli ugye a rózsát. És ahhoz kellően elegáns, de egyszerű is, hogy ne ráfigyeljünk, hanem ugye a benne, vagy a mondjuk benne kialakított kis tányérokban, a rózsára, illetve a rózsavirágában. No, hát ez a Norita Bordo rózsában ebben az az izgalmas, hogy bimbós állapotban a szirmai, amennyi látszik belőle, azok szinte feketék. Tehát, hogy az, aki tényleg valami különleges dologra vágyik, és hogy jó érzés kimondani azt a szót, hogy különleges, mert ugye általában, amíg azt mondjuk, hogy hát valami különleges növénye van, akkor tudjuk, hogy ho-ho, akkor már külön föld kell neki, meg akkor speciális meccés, de most megbeszéltük, hogy kell meccseni a rózsát. Igazából, hogyha a tápanyag utánpótlást elvégezzük, egy laza táplus talajba ültetjük be, folyamatosan figyelünk rá, az elvirágzott szálakat, azokat visszavágjuk, akkor a rózsa az gyakorlatilag az a növény, amivel aztán a többi kertbarát vagy szomszédőink előtt hát úgymond villoghatunk, mert ugye a rózsa miatt ugye van egy ilyen misztikum, hogy hú, az biztos egy ilyen nehéz dolog, de az, aki gyakorló kertbarát és megpróbálja a meccéssel kordában tartani, illetve ezt a pár alapvető tudnivalót a rózsával kapcsolatban elsajátítja, azután aztán szörfözhet és tényleg bármiféle színnel megpróbálhatja ezt a fantasztikus művészetet. Alapvetően egy illatos rózsa, és nagyon sokáig virágzik. Hát ez is fontos, mert legtöbb kertbarát arról szokott panaszkodni, hogy hát régen olyan illatos rózsák voltak, és hogy ma már nem illatosak a rózsák. És hogy valóban a kertet ugye az ugye nem csak ugye látképileg egy vizuális egy élmény, hanem szeretjük azt érezni. Ugye? Tehát szeretjük hallani, hogy bizserek, hogy a rovarok, meg a méhek, meg a madarak csiripelnek, de szeretjük érezni is. És nincs annál fantasztikusabb, amikor van mondjuk egy ilyen 150 centire megnövő rózsa, és hogy éppen hogy csak egy kicsit kell ugye lehajolni hozzá, és érezzük az illatát. Hát pláne, hogyha nem egy tövet ültetünk, hanem sokat. Hol maradnak meg jobban az illatok? Nyilván az olyan zárt kertekben, ami fallal, sövénnyel, valami ilyesmivel körbe vannak véve, ott marad együtt koncentráltan mind a hangulat, mind az illatvilág. Ez egy vajszínű rózsaszín rózsa. Hát tapasztalatom alapján inkább, mielőtt több erős szálat hoz, érdemesebb kicsit olyan helyre tenni, ahol tehát mondjuk például egy ilyen fehér vakolat előtt úgy nagyon-nagyon elveszik, de mondjuk egy nagyon erős, mondjuk itt, hogyha ide kinéznek, itt oldalt vannak ezek a kis buxus bokrok, vagy ezek a babérmegyek, vagy a taxuszt, a tiszafát, azt hiszem elég sokan ismerik. Tehát, hogyha gyakorlatilag egy ilyen nagyon sűrű, zöld növényfal elé be tudjuk ültetni, akkor fantasztikusan ebbe a kontrasztba kijön ez a nagyon szép vajszínű hatása ennek a rózsafajtának. Tehát az Erika Pluhár, ez az egyik kedvenc vörös rózsám. Hát ezt elsőben aglegény és bohém életet élő uraknak ajánlom, ugyanis a randevúzás költsége rendkívül optimalizálható, ugyanis pontosan tudjuk, hogy egy szál vörös rózsa az mennyibe kerül, úgyhogy érdemes otthon termeszteni, mert gyakorlatilag 3 darab tőből az egész éves, az évfolyamon az összes randevunkra vihetünk vörös rózsát, tehát a többi az persze már szervezés kérdése, de lényeg az, hogy nagyon gazdagon virágzik. Tehát van egy rózsatő, annak ugye van 3 ága, és akkor mindegyiken általában 2 vagy 3 szál szokott lenni, és nagyon erős, nagyon tartós rózsa, és hát ennél vörösebb vagy piros rózsát, vagy pirosabb rózsát nagyon nehéz találni, tehát ideális ajándék. Egyébként a vörös rózsa, mint a szerelem egyik félreérthetetlen jelképe vagy üzenete, előtt nagyon sokszor, sokan ugye szoktak így a színekkel játszani,
korábban a rózsaszín meg a fehér rózsa volt, ami ugye hasonló üzenetekkel bírt, aztán természetesen ez ugye változott az idők folyamán. De a legtöbb kertbarátnak a mai napig van egy olyan igénye, hogy amikor a kertjében összeválogatja a növényeket, hogy akkor lehetőleg, hát az ne csak ott legyen szép, hanem hogy mindig tudjon bevinni valamit a lakásba. Nyugat-Európában az teljesen természetes, nem mindig persze a saját kertjükből tudják megoldani, de jól látjuk az ide hazánkba települt áruházláncoknál a trendet, hogy a pénztárnál kifelé menet, mindenhol ott vannak ezek a csokrok. Hát most ez más kérdés, hogy mennyibe kerülnek meg, hogy ezt Magyarországon mennyien engedhetik meg maguknak, de a rózsával elérhetjük azt is, hogy tényleg mindig legyen olyan, amit be tudunk vinni. És akkor ezzel természetesen lehet játszani, hogy azt mondjuk, hogy akkor, amikor már úgy fél év már kinyílt a rózsa, mert azt azért mindig érdemes megvárni a száron, hogy kinyíljon, akkor levágunk belőle egy szálat, vagy egy csokorral, akár rövidebb szálat is, és be lehet ugye vinni a lakásba. Hát ezért érdemes minél többet tartani, hogy mindig legyen folyamatosan meg tudjon újulni. Illetve amiről még délután beszéltünk, hogy ugye ezek a mozgó kertek, tehát a nyugodtan ilyen mobil edényekbe lehet ültetni a rózsát. Én konténerbe, illetve kaspóba is nagyon sikeresen tudok rózsát termeszteni. Hogyha van mondjuk egy ilyen Erika puhárunk, és be van ültetve egy kaspóba, és oda tettük az étkező asztalunk mellé, vagy oda tettük a hintágyunk mellé, vagy a lépcsőnkhöz, ahol tényleg minden nap látjuk és kimegyünk, és akkor, amikor eljön az idő, hogy most akkor leváljuk róla a szálakat, én azt mondom, hogy egy olyan akár 6-8 virágzás is elérhető egy rózsatővel egy évben. Látjuk, hogy már elvirágzik ugye maga a rózsaszírom. Visszaszámolunk. Hát itt is ugye rend sok elmélet van, hogy 4-5 levélkét, vagy 6-8 levélkét, hát ki mibe hisz, ez már inkább ilyen valláskérdés, és akkor visszavágjuk ott gyakorlatilag, és ugyanúgy, ahogy beszéltük a tulipánokat, ugye, hogy nem akarjuk, hogy május-júniusban, amikor a tulipánnak ugye a tankönyv szerint ugye vissza kellene, hogy száradjon a száraz, nem, május-júniusban nem a kertünk legszebb részén akarjuk végignézni, hanem kiszedjük kosarastul együtt, elviszik a garázs mögé. Hát itt is, amikor a rózsánkat azt visszavágtuk, hát nem kell a garázs mögé rejteni, de el lehet vinni a kert egy fél elsőbb részére, és megvárni. És onnantól kezdve, amikor már bimbó van rajta, gondoljunk csak a Norita rózsára, már maga a bimbó is ugye egy esztétikum, akkor vissza lehet hozni, megint élvezzük azt a pár hetet. Tehát ezekkel nyugodtan lehet játszani, tehát nyugodtan mindig azokat a növényeket gyűjtsük magunk köré, amik épp abban az időszakban a legszebbek. Ez egy sárga futórózsa, ugye a futórózsák is ugye, hát a majd most beszélünk még az ilyen különböző kapaszkodó növényekről. A futórózsák is sajnos nagyon sok magyarországi kertből hát elfogytak, pedig ugyanolyan könnyen lehet őket nevelni ezen ismeretek alapján, és hát azt gondolom, hogy ezek azok a növények, amivel igazán hangulatot lehet teremteni. Nyilván nem akarom, hogy rosszul érezze magát az, akinek esetleg a kertje mondjuk tényleg gyepfeleletből, meg tujasorból áll, de én olyat még nem láttam, hogy valaki meglát egy tujasort, és azt mondja, hogy Istenem, de gyönyörű. De olyat már, hogy meglátott egy rózsát, és azt mondja, hogy Istenem, de gyönyörű, na olyat már hallottam sokat. Tehát valójában ezekkel a növényekkel, és ezek magyarországi klímát jól tűrő növények, ezekkel lehet igazából hangulatot teremteni. Ez is egy illatos rózsa. Hát természetesen azért mondjuk csak ezekből az Erika puhár, meg Norita rózsákból, ezekből a nagyon ütős pontokból nem érdemes teletenni a kertünket, mert akkor tényleg az úgy kicsit úgy sok lesz, tehát jóból is megállt a sok. Ez egy olyan kis visszafogott rózsa. Érdemes ezt is így közelültetni, mert egy illatos fajtáról van szó, ahol mondjuk egy hintaágynál, hogy így hintázunk, és ezzel így körbeültetjük. Hát ott a rózsa illatban hintázni az egy elég izgalmas dolog. És akkor az utolsó, az a kedvenc rózsám, ez a bajazzó, ennek ugye bordó vagy pirosas a szirma és fehér a fonáka. Tehát ez egy fantasztikusan gyönyörű fajta. És ugye beszéltünk itt a talajtakarásról, ugye mostanában ugye nagy divatok ezek az ilyen fehér kövek, hogy ugye geotextil, és akkor ilyen fehér kavicsokat teszünk rá. Hát ez például egy tökéletes példája annak, hogy ezek a fehér kövek, ezek milyen jó összhangban vannak, tehát vannak ezek a fehér kövek, ennek a bajazórózsának a nagyon jó, ilyen erős, méregzöld levelei, utána a fehér fonák és a piros szirom. Tehát hogy ezekre a dolgokra kell ráérezni, de én azt gondolom, hogy aki kertbarát és kint dolgozik a kertjébe is, és ismeri a növényszíneket, és tudja, hogy mit akar, és tudja, hogy neki mi a szép, hát ez egy tökéletesen jó példa arra, hogy hogyan lehet egy hangulatos, egy autentikus kerti sarkot létrehozni. Tehát én azt gondolom, hogy ez a kellemes illatú és egyébként rendkívül különleges rózsa, ezzel nagyon szép sarkokat ki lehet alakítani.